Sziasztok, üdvözlök mindenkit Balatonszászóról. Nézzük meg a felújított állomást, kezdjük ott. Ez valószínűleg egy külön videóban is benne lesz, hogyha esetleg a szászói nyadalásban nem is vágom bele, de hogy mióta felújították az állomást, nem voltam még itt. Hát azért is érdekes nekem, hogy amikor legutóbb itt jártam, még nem így nézett ki, az még a felújítás előtti állapot volt. De a szokásos, a standard, ez egy szabványos pad, az megvan, ugyanúgy a viakolodos peron, ugye, tehátok ez semmi újdonság nincsen. Az állomás megmaradt ugyanúgy kétvágányosnak, van egy kitérő vágány, ami hát peron tető az errefele nincs, ott viszont igen épült egy pár, majd megnézzük. És volt ott a vasúti átkelőnél volt az állomásnak a vége, és ott van a felvétel épület is. És régebben volt előtte egy totem oszlop is, azt szerintem meghagyták, de majd mindjárt kiderül. Ugye ez ilyen, hát az eredményjelző, ugye, ahol az érkező meg az induló vonatokat írják. Hát egyébként, jártok, itt van a fedett perontető is. Hát ilyen, ezek ilyen esőbe állók inkább. De ugyanúgy minden szabványos, tehát ez a... Ugye ez ilyen faltól falig felújításnál látható egyen peron. Egyen korlátok, állomás névtáblák, várók, ilyen fedett akármik, ez mind ugyanaz. Ja, és itt egy József Attila vers, felragasztva ezt. Hát ez, hogy ezt a felújítás részeként tették ide, vagy valaki utólag, azt nem tudom, de hát... Ugye, József Attila és Balatonszászó az ugye, összefüggésben van, mint tudjuk. Tehát emiatt. És egyébként van itt egy József Attila emlékmúzeum is valahol az állomás környékén. De hát mindjárt majd visszakapcsolom ott a elején átjátok, hát meg mindent, tehát a szemetese mindent. Ez egyen, tehát az minden felújításnál minden állomást ilyen egyformára építenek. Hát esetleg ennyi egyediség lehet az állomásokban, mint amit itt láttok, hogy ezek a halasábrák például. Hát ennyi, majd megmutatom még az állomás épületet kicsit később. Nézzétek, itt van a vasútállomásnak az épület, tehát ez... Megnyújtok. Viszont akkor most átmegyünk Trainspottingba. Mert mindjárt jönni fog egy vonat. És valószínűleg az az első vágány, mindig általában az épület felőli vágány mindig az első, tehát ott valószínűleg jönni fog egy vonat arról. Hát itt látszik, teljesen fel van újítva. Addig tart a kitérés, vagy kitérővágány. Az átjáró az már maradt ugyanolyan. Hát és akkor hamarosan jönni fog a déli part innen mögül, nem? És hamarosan jönni fog a másik vágányos egy vonat. Ezeket megvárjuk. És ott jön. Legalább azt is láttátok, hogy működik a hangos bemondó. Hát ezt most megpróbáljuk innen vagy levideózni. Na, jó messze megállt. Ez valószínűleg a felújítás óta van így, hogy a megállás helyét azt távolabb tették. Mert régebben felhúztak egészen az átjáróig a vonatok. Jó kis felújított pálya. Milyen jó viszi a hangot. Lassan jön. Az első vágányon vonat közlekedik, a vágány mellett kérjük. Ja, igen, mert meg fog állni, megvárja az áthaladót. Aha, de látom, hogy felhúz a jelzség, akkor meg pont ki fogja takarni az aut. Nem, megáll, jó van, megáll. Kiemké 211-es szíré van mögöttem, de azt még felveszem, mikor elindul. És fontosabb a taurus, amíg átjön. Ez egy tehervonat lesz. A jelző már zöld, de vonat is mindjárt indul. Ez.
izét, meg a totál oszlop ugyan megvan, csak nem működik. Pedig ez a felújítás előtt még működött. Szóval az, viszont legalább nyitva van a váróterem. Meg valószínűleg van pénztár is. Hát az is az állomás épet ezt tartozott régebben, de ezt már valószínűleg nem használja a vasút. De ott most van egy WC most már, szerintem úgy emlékszem régebben ez sem működött. Hát most van a személyzet. Valószínűleg egy kiadás is van a pénztárban. Legalább működik a váróterem. Az átjáró nem maradt ugyanolyan, mint volt.